A kötelező migrációs elosztási mechanizmus miatt újabb vitákra számít Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, aki erre hivatkozva kéri, hogy az emberek véleményt nyilvánítsanak az október elején induló nemzeti konzultáción. Vendégünk Kovács Zoltán kormányszóvivő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt van. Lázár János tegnap azt mondta, hogy Soros György terve dominálja az európai politikát. Létezik egyébként olyan, hogy így megfogjuk a kezünkbe, és itt van egy ilyen Soros terv, vagy igazából a magyar kormány abból rakja össze, hogy létezhet egy ilyen Soros terv, amit Soros György korábban sokszor beszélt és nyilatkozott. Vagy tényleg van egy konkrét terv? Hát azt kell látni, hogy 2015-től több alkalommal, több formában Soros György teljesen egyértelművé tette, hogy ő mit javasol Európa, az európai vezetők számára a kialakult migrációs válság, meg úgy általában az Európa előtt álló mondjuk munkaerőpiaci és egyéb kihívások kezelésére. És ennek a tervnek az elemei nem csak hogy nyilvánosak, rekonstruálhatók, tehát olyan túl sokat nem kell egyébként dolgozni, ahhoz, hogy az ember összerakosgassa ezeket a mozaikokat. Ezek bizony nem csak hogy visszaköszönnek, hanem időnként szinte szó szerint jelennek meg bizottsági európai uniós javaslatokban. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy ahogy az elmúlt két évben egyébként a migrációval kapcsolatban több alkalommal ezekről a kérdésekről lehet-e bontani a kerítés, amiről pontosan tudjuk, hogy ez egyetlen hatékony eszköze arra, hogy ne lépessenek illegális migránsok Magyarország és az Európai Unió területére. Elfogadható-e az, hogy 9 millió forintot adnának csak közvetlen integrációs költségekre, miközben tudjuk, hogy az integráció költségeinél jóval magasabbak, és a többi, és a többi. Tehát számos olyan pont van, amelyben nem csak hogy kíváncsiak vagyunk a magyar emberek véleményére, hanem az mértékadó számunkra. Meg fogja kötni a magyar kormány kezét, mint ahogy az elmúlt évek konzultációiban is így történt. Ha a magyar emberek valamiről határozottan véleményt formálnak és nyilvánítanak, az a magyar kormány számára kötelező. Olyan időket élünk, amikor egy-egy választás között hosszabb idő telik el, illetve az események olyan gyorsan zajlanak, hogy fel kell készülnünk arra, hogy az érdekképviseletben, a magyar emberek érdekének a képviseletében ez az erő, ez a hatékonyság mögöttünk áll. Mire számítanak, mennyien vesznek majd részt ezen a konzultáción? Sosem szoktunk spekulálni, azért az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy mindig nagy volt az érdeklődés, és azt is mondhatom, hogy Európában egyedülálló, ha úgy tetszik, módszerről, illetve eszközről van szó, hiszen ilyen közvetlen visszacsatolás nagyon ritkán kérnek az emberektől. Nem arról van szó, hogy ez egyfajta erőpróba 2018 előtt, mármint hogy az áprilisra tervezhető választások előtt? Hát nézze, a politikában természetesen mindig számít az, hogy az embert mennyien támogatják, hány ember tud megszólítani, de nem kampányeszközről van szó, hiszen az elmúlt években olyankor is csináltuk, amikor nagyon messze voltunk a kampánytól, illetve mondjuk választások után voltunk. Az elsődleges oka az, hogy kíváncsiak vagyunk, és mértékadó számunkra a magyar emberek véleménye. Ezt kell képviselnünk, és a magyar érdekérvényesítés eredményei az elmúlt hét évben azért meglátszanak. Magyarország érdekérvényesítő képessége az, hogy van szava az országnak, én azt gondolom részben annak köszönhető, hogy mindig ott volt mögötte sok százezer vagy akár millió embernek az akarata, illetve véleménye. Brüsszel már eddig sem fukarkodott már a nyomásgyakorlásban Magyarország tekintetében a kvóta miatt. Milyen egyéb eszközökkel tudják még egyébként fokozni ezt a fajta nyomást Brüsszelből? Hát nézze, nyilván lesz direkt nyomás, de most emeljünk ki csak mondjuk egy példát az elmúlt időszakból, miközben a kötelező kvótát gyakorlatilag egy országon kívül senki nem hajtotta végre. Magyarországot és másokat úgy állítanak penlengére, és indítottak úgynevezett kötelezettségszegési eljárást, hogy a másik 25-öt mondjuk, vagy 24-et nem. Tehát kettős mérce van, mondjuk úgy, hogy kipécézik azt az országot, amely hangosan és egyértelműen őszintén elmondja a véleményét ebben az ügyben, és azt is látni kell, hogy az Európai Unió döntéshozatali eljárásaiban látni kell azokat az alapelemeket, illetve alkotóelemeket, amelyek bizony már ott vannak, és haladnak előre kérlelhetetlenül, és ezeket szépen sorjába veszük, ezekről egyébként volt konzultáció, beszéltünk sokat az elmúlt hónapokban, években, abból kirajzolódik, hogy pontosan milyen elképzelései vannak sokaknak Nyugat-Európában. Vannak, akik bevándorláspárti álláspontot fogadnak el, gyakorlatilag a bevándorlás megszervezésén dolgoznak, ahelyett, hogy megállítanák az illegális migrációt, és ebből kirajzolódik az az összejátszás, egybecsengés, adott esetben megfelelés a Soros tervnek, amelyről itt oly sokat beszéltünk. Itt említett, hogy a 21 néhány országból mindössze egy teljesítette eddig a kötelező kvótát. Mire számít a kormány a hétvégi német választások után? Megváltozik Németország álláspontja majd a bevándorlással kapcsolatban? Hát ugyanezt szoktuk ezzel kapcsolatban mondani, mint amit elvárunk, hogy rólunk mondjanak, hogy velünk kapcsolatban mondjanak, hogy ahogy a magyar emberek eldöntötték, hogy ki képviseli az ország érdekeit, illetve kinek a programját kell megvalósítani, úgymond a német emberek is el fogják ezt dönteni. Az biztos, hogy ebben vannak nézetkülönbségeink. Német mintára született meg tulajdonképpen a kvóta ötlet.
mindig is tagadtuk, hogy a kvóta az mondjuk mértékegysége lehetne a szolidaritásnak Európában. Ha már erről beszélünk, akkor inkább beszéljünk arról, hogy Magyarország egyes más államok mit tettek eddig, mennyit költöttek, milyen intézkedéseket vezettek be az illegális migráció megfékezésére. Mi abban hiszünk, hogy konszenzussal kell. Tehát egyetértésben kell döntéseket hozni, és ahogy például Trócsányi miniszter úr is beszélt éppen egy németországi interjúban talán két nappal ezelőtt, az nem annyira jó ötlet, hogy ráerőszakolnak közép-európai államokra, egyes államokra olyan felfogásokat, elképzeléseket, amelyekkel az nem ért együtt. Egyet. Az Európai Uniónak a múltja és a jövője az kell, hogy legyen, hogy egyetértésben születnek döntések. Mi mindig elmondjuk a véleményünket, teszünk javaslatokat, hogy mit szeretnénk, azt viszont nem szeretnénk elfogadni, és mindent meg fogunk tenni ellene, hogy ránk erőszakoljanak döntések. Ha már itt a ráerőszakolást említi, most ugorjunk azért határokat. Mit tudnak önök tenni a magyar kisebbségre ráerőszakolt ukrán nyelvtörvénnyel szemben, vagy akár Marosvásárhelyen, mert hogy most Romániával sem felhőtlen a viszony az ottani katolikus iskola, hogy mondjam, helyreállítása érdekében? Hát látja, ez egy jó példa, mert pont az Európai Unió közösségén belül, vagy az Európai Unióba törekvő országok számára azért mértékadó kellene legyen az, ami az Európai Unióban elfogadott. Márpedig az nem elfogadott, hogy a kisebbségek nyelvhasználatát, már szerzett jogait gyakorlatilag eltörlik és csorbítják. Mi azt várjuk Ukrajnától, hogy ahogy mi támogattuk Ukrajna erőfeszítéseit, úgy legyen velünk szolidáris, és a magyar kisebbség ügyét tartsa tiszteletben, és ugyanezt várjuk Romániától is. Tehát itt olyan oktatási kérdésekről van szó, amelyek a közösség megtartása mindennapi élete szempontjából mértékadóak. Ebben mi nem akarunk kompromisszumot kötni, és hátbatámadásnak tekintjük azt, hogyha valaki megszegi a szabát, illetve azokat az ígéreteket, amelyeket korábban tett. Zoltán, köszönöm szépen. Köszönöm én is.